Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy döntés, így hívom ezt a jóslást. Ezt akkor rendelhetitek meg, ha választanotok kell két lehetőség közül, vagy fontos döntéseket kell, hogy hozzatok. Én nem szeretnék helyettetek dönteni, ez a jóslás azért van, hogy segítsen benneteket, de hallgassatok a belső hangotokra. Persze ti is megrendelhetitek ezt a jóslást, a díjam 3500 forint. Ez a felvétel egy személyes jóslás Csillag részére. Kedves Csillag, üdvözöllek téged, te most egy fontos döntés előtt állsz. Szeretnél elköltözködni. És a kérdés hova? A környezetedben? Itt ezek a kártyák mutatják ezt a lehetőséget. Vagy elköltözöl Budapest közelébe? Ezt a lehetőséget itt ezek a kártyák mutatják. De én kezdeném a te jelenlegi helyzeteddel, ezt itt ez a kártya mutatja. Te vagy itt a királynő. Uralkodsz a helyzet felett. Uralkodsz az életed felett. Kezedbe veszed a dolgokat. Itt látható a tűz eleme, és az azt jelenti, te bátor vagy, nyitott egy új kezdetre, és aktív leszel. És hogyan tovább, milyen lépéseket fogsz tenni, azt mutatja itt ez a király. Ez egy férfias energia, és az utal a komoly döntésekre, inkább az ész szerint, mert ez a férfias energia, ami az érzelmekre utalna, az lenne a nőies energia. De itt kell tisztázni a dolgokat, komoly döntéseket hozni, mindent átgondolni anyagilag is, és erre utal ez a férfias energia. Persze az is lehet, hogy van egy férfi a háttérben, és segít neked. Ez a király uralkodik a levegő eleme felett. Az utal a könnyűségre és a kommunikációra is. Azon kívül ez a kard elvágja a félelmeket, ami a háttérben látható, ez a szürke levegő. Ez szimbolizálja a félelmeket. De ez a kard segít, mert ez megoldja ezt a helyzetet, átteszi magát ezeken a félelmeken. Erre utalhat ez a kártya. És mi az, amire koncentrálnod kell? Az itt látható. A 8-as szám utal egy húzavonára. Tegyem vagy ne tegyem, maradjak vagy költözzek, hova? Ezen is át kell, hogy tegyed magad, mert kell egy cél. Tudnod kell, hogyan tovább, hova szeretnél menni. Akkor is, ha nem azonnal költözködsz, hanem jövő év elején lesz ez a költözködés, de kell egy irány. Most megnézzük azt, mi történik akkor, ha elköltözöl, de maradsz a környezetedben. Itt ez a királynő uralkodik a föld eleme felett. Ez megvalósítható. Nem csak a lehetőségek vannak itt, hanem az anyagiak segítenek abban. Az is lehet, hogy ez előnyösebb számodra anyagilag, ha környezetedben maradsz. Itt ez a kép mutatja a lehetőségeket. A lehetőségeket arra, hogy itt kialakuljon egy új környezet, amit te fizetni tudsz, mert itt megvan ez az anyagi biztonság. De nem csak az anyagi biztonság, hanem a biztonság érzete
mert itt a környezetben kiismered magadat. Anyagilag ez ugyan előnyösebb, de itt a környezetben nem érzed jól magadat. Ez utalhat a múltra, és vannak ilyen fájdalmas emlékek, vagy mutatja a jövőt, amikor így van szorítva érzed magadat. Szomorúságot mutat ez a kép. De lehetnek ezek támadások is, ahol meg kell, hogy védjed magadat. Itt vannak álmok, talán lehetőségek is, de nehéz megvalósítani az álmokat, mert a 9-es szám korlátozásokra utal. Ugyan van itt egy férfi, aki segít neked, erre számíthatsz, tehát megvan erre a lehetőség, hogy itt kialakuljon valami, de nem fogod jól érezni magadat ebben a környezetben. És mi várható akkor, ha te úgy döntesz, hogy Budapest környékére költözöl? Itt vannak lehetőségek. Tudod irányítani a dolgokat mindenféle irányban. De vigyázz arra, hogy hogy érzed magadat. Bátor vagy, akkor ez a fehér ló segít abban, hogy előre menjenek a dolgok. De ha félelmeid vannak, amit ez a fekete ló szimbolizál, akkor itt lefékez mindent. Nem mennek előre a dolgok. Kell ez a bátorság, kell ez a könnyűség is, és ez a kép azt mutatja, te jól érzed ott magadat, mert megvan ez az elegáns, táncoló, művészi mozgás itt ezen a képen, ezek lehetőségek, és kapcsolatok is. Mutatja ezt a könnyűséget, ezt a vidámságot, és ez az arany kehely utal a te érzelmeidre, és az azt jelenti, te itt ebben a környezetben jól érzed magad. Nem csak az érzelmeidre hat ki ez a környezet, hanem az anyagiakra is, itt minden rendben van. Itt rendeződnek a dolgok, és a 10-es szám utal a jó anyagi körülményekre is, gazdagságra, és egy új kezdetre. Egy új ciklus kezdődik az életedben. Másképp éled át a dolgokat, mint abban a környezetben, ahol most vagy. Ez itt a sors kereke. Így változik valami a sors utadon. Ez a sors kerék azt is jelenti, hogy ezután a költözés után, ezután a változás után nagyon sok minden fordul az életedben. Itt lesz egy sorsdöntő változás. Én úgy gondolom, nem csak az anyagiakat illetően, hanem ez a férfi itt ezen a képen egy sorsdöntő kapcsolat nagy szerepet játszik az életedben, de ez a kép arra is utal, hogy te uralkodsz ezen a helyzeten. Uralkodsz így a környezetedben, így minden rendben lesz, és itt kezedbe veszed a dolgokat, lesznek változások, és ez által változik valami a sors utadon is. Én megkérdezném most az Ingát, hogyan tovább, melyik irányba? Amennyiben az Inga jobbra fordul ki, akkor az azt jelenti, Budapest környékén jól fogod érezni magadat, és ez lenne egy helyes döntés. Amennyiben az Inga balra fordul ki, akkor jobb lenne, ha maradnál a környezetedben. Amennyiben az Inga megáll, akkor megállnak az események, lehet, hogy lesz egy harmadik lehetőség, most még nem kell döntened.
az Inga válasza Budapest környéke lenne előnyös számodra. Kedves Csilla, így tudtam segíteni ennél a döntésnél. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót. Nagyon sok szeretettel, Tendera! És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!